Pedagógusokról emlékezett meg a város, 24-en vehették át díszdiplomájukat. Orgona és interaktivitás, Rákász Gergely Mozart világát eleveníti meg. Vereség a rajtnál, megkezdődtek a kiemelt utánpótlás bajnoki küzdelmek. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják október 5-én, kedden. Tartsanak velünk! Nagyon jó minősítést kapott a Pécsi Tudományi Egyetem, a Study Portals elnevezésű szervezet európai egyetemek hallgatói elégedettség mérése alapján készített rangsorában. A külföldi hallgatók az adható 10 pontból átlagosan 8 pontnál jobbra értékelték a PT-et, amivel kiérdemelte az intézmény a Study Portals díját és elismerését. A hallgatói elégedettséget több tényező alapján határozták meg, nem csak az oktatás minősége, hanem az egyetemi város és annak kulturális élete, a közösségi élet, az egyetemi szolgáltatások, a szakmai fejlődési lehetőségek, a környezet és a költségek is meghatározó szempontok voltak. A Pécsi Önkormányzat minden évben ünnepélyes keretek között emlékezik meg azokról a pedagógusokról, akik több évtizede kapták készhez diplomájukat. Idén, október 5-én a Városháza dísztermében pedagógus díszdiplomákat adtak át. A köztársaság téri óvoda Zöldovis apróságai zenés produkcióval köszöntötték a vendégeket. Ezek az óvónők, tanítók, tanárok arany, gyémánt, vas, rubin diplomát vehettek át a város nevében Őri László alpolgármestertől. Az egyetlen rubin oklevelet, amelyet a 70 éve végzettek kaphatnak, a 90 éves Ikladi Lajosné vehette át. Elemista koromban eldöntöttem, hogy tanítónő vagy óvónő szeretnék lenni, mert nagyon szerettem a gyerekeket. 33 éves munkaviszonyomban, és ez volt a hivatásom. És nagyon jól éreztem magam, de nem Pécsen dolgoztam, Pécsen csak 7 évig. Baranyában és Szolnokon. És sajnos 90 év, megöregedtem. Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Kelemen János, a Kaposvári Egyetem oktatási rektor helyettese is. 25 nyugdíjas pedagógus kapott díszdiplomát, olyanok, akik több évtizede vehették készhez diplomájukat. Fontosnak tartjuk, hogy ezen ünnepi alkalomból köszönetet mondjunk azért a fáradtságos munkáért, azért a szolgálatért, amelyet ezek az emberek évtizedek, pedagógusok évtizedek alatt vállaltak és teljesítettek. Ez egy nagyon szép ünnepi alkalom itt ilyenkor minden évben Pécs városában. Megható látni azt, hogy ki hogyan emlékszik vissza az elmúlt 50 évre, elmúlt 60 évre. Aranyoklevelet 50 év után 2-en, gyémántot 60 év után 13-an, vasoklevelet 65 év után 8-an, rubinoklevelet 70 év után 1 pedagógus vehetett át. A gránitoklevelet a 75 éve végzett dr. Szentesi Béláné kapta, aki már nem lehetett jelen az ünnepségen, ezért a Janus Pannonius Gimnázium igazgató helyettese Szlovák Szabolcs vette át. A napokban kapják meg első megemelt bérüket a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók, erről beszélt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a sajtónak. Az államtitkár kifejtette, hogy az egészségügyben és az oktatásban már megkezdett fokozatos béremeléseket a következő években is folytatják. Az egészségügyben 2012 és 2019 között megduplázódik az ápolók fizetése. Az ápolók körében van olyan, aki 35 ezer, az orvosoknál pedig 107 ezer forintos havi emelést kap. A jövő évi költségvetésben 171 milliárd forinttal több jut az egészségügyre. Ebből 81 milliárdos többletet csak az egészségügyi bérekre fordítanak majd, emelte ki Rétvári Bence. A pedagógusok bére 2013-hoz képest 2017-re a másfélszeresére emelkedik, tette hozzá. Vendégünk a stúdióban Lukács Miklós, a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány kuratóriumi titkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem sokkára Hospice világnap lesz, Pécsett is készülnek különböző eseményekkel, illetve hát beszélgetünk majd arról is, hogy mit a helyzet ilyen szempontból, de kezdjük a világnapi eseményekkel.
mi lesz idén? Igen, október 6-a a Hospice világnapja, és a világon mindenhol ehhez kapcsolódóan események zajlanak. Így hazánkban is, illetve Pécsett is ehhez kapcsolódó programmal készülünk minden évben. És hát az alapítványnak nagyon fontos célja az, hogy a társadalomnak ilyenkor megmutassuk azt, hogy a hospice ellátás az miért fontos, és miért van jelentősége. Egyáltalán tudják az emberek, mi ez a hospice ellátás? Azért egy-két mondatot mondjunk, mert hát, ha van, akik nem tudják. Igen, igazából a korábbi évekhez képest azért a hospice fogalom az nem volt nem volt a köztudatban, és nagyon sokszor azért ez egy ilyen tabu témaként kezelendő kifejezés is volt. Most már azért egyre jobban, hogy erről azért merünk beszélni, erről azért nyíltabban kommunikálunk, akár jobban a társadalom felé kinyitottunk ezzel kapcsolatban. Most már azért tudják mihez kapcsolni és mihez fűzni a hospice ellátást. Ugye ez kimondottan az életvégi ellátásról szól. Itt hazánkban elsősorban a végstádiumú daganatos betegeknek az ellátása tartozik ebbe a körbe. És hát visszatérve ahhoz, hogy így azért tehát a hospice-nak a formálásával világnapi eseményekhez tudjuk kapcsolni ahhoz, hogy ez tényleg így megmutassuk maga az ellátásnak a jelentőségét, és ehhez kapcsolódóan már hagyományteremtő szándékkal az Alapítvány egy méltóság mezeje programmal készül. Ez mit jelent pontosan? Mi ez a méltóság mezeje? Kik mutatják meg itt magukat, illetve itt konkrétan mire hívják fel a figyelmet? Igen, a méltóság mezeje program, ez kimondottan egy szemléletformáló program. Itt főleg a fiatalokat, gyermekeket vonjuk be ebbe a programba. Ez minden évben itt Pécsett egy kialakított méltóság mezeje van az északi várfal sétányon. Ez egy egyórás program szokott lenni, és ennek keretében nárcisz virághagyma elültetésére kerül sor. Ezt főleg a gyermekekkel végezzük, és ők ültetik el ezeket a virághagymákat. Ez egy szimbólumként van jelen a hospice-ban. A nárcisz egy olyan jelkép, ami a gondoskodás tényét jelent, és a gondoskodásnak a fontosságát. Nagyon fontos az, hogy így azért a szocializáció során és a nevelés során a gyermekekbe beépítsük azt, hogy mennyire fontos gondoskodnunk egymásról, és nagyon fontos az, hogy a családban, ha van egy rászoruló beteg ember, akkor akár egy pohár teát oda tudjon készíteni, vagy felsegítse az ágyból a nagymamát, vagy a nagypapát. Ennek keretében, a program keretében számos kulturális kórusok, gyerekkórusok lépnek fel, versmondások történnek, köszöntők zajlanak, és ezzel szeretnénk nyitni így akár a város irányába, akár az ország irányába. És nem csak Pécsett, hanem az ország különböző pontjain, ahol hospice ellátás folyik, az ottani stáb, a kis csapat állítja össze ezt a programot, és készülnek ezzel. Egyáltalán milyen ellátási formák vannak? Itt említett, hogy végstádiumú daganatos betegeken segítenek elsősorban. Ez pontosan mit jelent a gyakorlatban? Egy intézményt kell elképzelnünk, otthoni ellátást kell elképzelnünk, miféle ellátást? Nagyon fontos az, hogy ezeknek a betegeknek az ellátása elsősorban, és nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy elsősorban otthoni ellátásban kell, majd biztosítsunk számukra, hiszen egy otthoni környezet, egy otthonban történő ápolás az sokkal hatékonyabb és sokkal méltóságteljesebb, mint egy kórházi osztály vagy egy kórházi körülmény. Mi célunk ezzel, tehát az alapítványnak, hogy első körben otthoni ellátást biztosítsunk számukra. Ezért vannak otthonellátók is, tagjaink és csapataink, szakembereink, akik a beteg otthonában végzik az ellátást, de ez mellett sajnos azért el kell mondanom, hogy nem minden esetben tudjuk biztonságteljesen az otthoni körülményeket vagy az otthoni ellátást biztosítani, akkor ilyenkor fontos az, hogy a hospice egy integrált ellátási formaként működjön, és nagyon fontos, hogy háttérben legyen egy intézményi ellátás. Itt azért Pécsett meg kell említeni, a 23 ágyas irgalmas rendi kórháznak a hospice osztályát.
illetve a Pécsi Tudományegyetemen belül is vannak integrált ellátási formák, mint például egy járóbeteg ellátás, ahol egy legfőbb célunk a tüneteknek a kezelése, például egy fájdalomcsillapítás, illetve a kórházi osztályon bennfekvő betegeknek is egy konzultációs adás és a beteg további kórházból való további ellátásának a megszervezése. Úgyhogy azért ezt el kell mondani, hogy Pécset ez ennek kiemelt jelentősége van, és egy nagyon jó ellátási formaként tudtuk így összehozni és integrálni. Ez igaz a megyérés? Tehát azért Pécs vonzás körzetében nem mindenhol vannak ideális állapotok, legalábbis én arra gondolok, hogy az ormánság közepén nem biztos, hogy a legjobb körülmények vannak. Igen, el kell mondjam azt, hogy azért az otthoni ellátás az országban nagyon jól kialakított rendszerként működik, az otthoni hospice ellátás. Itt Baranyában két szolgáltató látja el a feladatát, a Jómagunk, mind alapítvány, illetve a Szociális Háló Egyesület, és Baranya így le van osztva, a Baranya nyugati, keleti, déli, északi területei és részei, hogy kik jogosultak, és kik láthatják el azokon a területeken a betegeket. Tehát ez Baranyában egy jól lefedett terület, ami azért nagyon kevés, és mindenképpen fontos ennek a további fejlesztése a hospice osztály, hiszen kevés ágyszámmal működik, főleg ha itt azt nézzük Pécset, hogy azért egy egyetem van a háttérben, egy onkológiai, onkoterápiás intézet, kevés ez az ágyszám. Országosan egyébként ez 215 darab ágyat jelent. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint 500 ágyat ajánlanak Magyarországra. Tehát egész Magyarország 500 ágy. Ez se tűnik soknak. Viszont itt Pécset mennyivel lennének elégedettek? Mi lenne az a szám, amire azt mondanák, hogy ez már jó? Én azt gondolom, hogy amivel ugye egy kórházi ágyszámoknak a száma soha nem elegendő. Hát igen, tehát egy ilyen egészséges kompromisszumot kötve. De én azt gondolom, hogy egy ugyanilyen jellegű struktúrájú osztálynak a kialakítása 15 ágyjal, én azt gondolom, hogy 20 ágyjal ez egy ideális megoldás lenne, amivel gyorsabban történne a betegeknek az integrálása egy megfelelő hospice ellátási formában, hiszen ezeknek a betegeknek a legjobb és a legideálisabb hely egy hospice ellátás. Ez az igény és a szükséglet határozza meg, hogy ezt otthon tudjuk megoldani, ez az elsődleges cél, hanem akkor egy intézményi keretek között. Hospice világnap, tehát október 6-án. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönjük szépen. Az egész világot átalakító 3D nyomtatás aktuális állását mutatja be a Pécsi Tudományegyetem második nemzetközi interdisziplináris 3D konferenciája október 6-a és 8-a között. A neves külföldi és hazai előadókat felvonultató eseményen kiderül, hogyan forradalmasíthatja a 3D technológia az ipart, és hogyan lehet segítségével olyan orvosi beavatkozásokat végrehajtani, amelyek néhány éve még a tudományos fantasztikus fikció körébe tartoztak. A rendezvényen ezen felül bemutatják a PTE 3D kutatásfejlesztési programját, amely közel 2 milliárd forintos uniós támogatás révén kutat és fejleszt 3D nyomtatási technológiákat és alkalmazásokat. Ismét Pécset koncertezik Rákász Gergely orgonaművész. A Pécsi koncert egy országjáró turné része. A művész hosszú évek óta Pécs rendszeres vendége, csak az utóbbi 1-2 év maradt ki. Azonban október 6-án, csütörtökön este 7 órakor a zsinagóga falai között újra felcsendülnek Mozart ismert dallamai a koncert orgonista kezenyomán. Megelevenedik az idén 260 éve született Mozart vidám zenevilága. A repertoárt Beethoven és a szintén évfordulós Liszt Ferenc, valamint Bach művei gazdagítják. A hangverseny a művésztől megszokott módon interaktív formát ölt. Ami még izgalmas a műsorral kapcsolatban, hogy talán a kedves nézők tudják, hogy Mozart szabadkőműves volt, de nem kell feltétlenül erre a királydöntögető szabadkőművesre gondolnunk. Egy szellemi páholy tagja volt ő, ahol hasonszörűekkel barátkozhatott, mint amilyen ő maga volt, és pénzt is kérhetett tőlük, mert hogy ez Mozartnál állandó probléma volt. És azt hozom még ide ebből az ódon szabadkőművességből, hogy Mozart nagyon komolyan vette ezt az ő rendtagságát. És ahogy az alkimisták igyekeztek ólomból aranyat csinálni, transmutáció segítségével.
Mozart és a szabadkönyves hagyomány ugyanezt igyekezett az emberrel megtenni, hogy a nemtelen anyagból, a nemtelen emberből nemeset varázsoljon, szépség, bölcsesség és erő által. Ezek voltak a szabadkönyves beavatási rítusnak az elemei. És én ugyanígy építettem fel a hangversenyt. Az eleje a szépségről szól, a közepe a bölcsességről, a vége pedig az erőről, ennek megfelelően válogattam a darabokat. Úgyhogy nem csak a közönségnek játszom, de a közönséggel is játszom Mozart szellemében. Én azt gondolom, hogy ha ugyanolyan jól sikerül ez a mostani hangverseny, mint ahogy a nyáriak, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó kis koncertünk lesz itt Pécsett. Pécsett a járműforgalom elől elzárják október 6-án 9 óra és 11 óra 30 perc között az Aradi Vértanúk útja északi szoborsétányát a Hunyadi utca és a Mecsek utca között. A fenti időszakban tilos lesz megállni a szoborsétány menetirány szerinti bal oldalán az Aradi Vértanúk útja 12 és 20-as szám közötti szakaszon. A forgalomkorlátozás oka, hogy csütörtökön tartják a hagyományos megemlékezést az aradi vértanúk előtt tisztelegve. A 10 órakor kezdődő rendezvényen köszöntőt mond Őri László alpolgármester. Október 1-én szombaton a juniorok Budapesten a Beac csata Újbuda KA ellen, október 2-án vasárnap a kadettek hazai pályán a csata DS-e ellen kezdték meg a kiemelt bajnokság küzdelmeit. Debreceni Eszter edző elmondta, az elmúlt évtől kezdve arra készült a csapat, hogy a kadettek is kiemelt bajnokságot játszanak. Ennek megfelelően keményen és céltudatosan készültek erre a szezonra. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 5. éve az U17-es és az U19-es korosztályban kiemelt bajnokságot ír ki. Ez azt jelenti, hogy a kadett és junior korú játékosok NB1-es ritmusban játszanak. Mindkét korosztályban megkezdődtek a küzdelmek hétvégén. Az első fordulóban a bajnok esélyes csata DS-e együttesét fogadta a PVSK az U17-es bajnokságban. A kadettokkal legközelebb október 12-én játszunk, akkor Szekszárdra utazunk, a juniorok jövő hét szombaton október 8-án Miskolcra utaznak egy mérkőzésre, úgyhogy minden hétvégén ugye ez a csapat nálunk 19 fő és ugye két külön bajnokságban versenyeznek. Tehát összesen itt 20 mérkőzés fogunk január 14-ig lejátszani, úgyhogy egy minden hétre lesz 2-3 mérkőzés. Mintegy 500 gyerek kosarazik a PVSK kosárlabda utánpótlás csapataiban. A tavalyi szezonban a 6 lány utánpótlás korosztályból 3-ban a legjobb 16 közé jutottak a PVSK-sok, további két gárda pedig éppen hogy lecsúszott a döntőről. Az U17-es csapat a régiós bajnokság második helyezettje lett. U11-ben is lehet már jó meccseket látni, sőt én azt mondom, hogy ez teljesen korosztálytól független, hiszen én azokat a meccseket szeretem, amikor a gyerekeknek a lelkesedése és a hozzáállása azt a szintet üti meg, hogy mindent a cél érdekében feláldoznak a mérkőzésen. Tehát akár U11-től U19-ig, hogyha azt nézzük, hogy ugye melyik van a legközelebb a felnőtt bajnoksághoz, akkor nyilván az U17-es, U19-es korosztály, de tényleg én még saját csapatom mérkőzéseit is néha a kispadról úgy élvezem, hogy mint egy szurkolói szemben nézném a mérkőzést föntről a láptóról. Az U17-es és 19-es csapat is vereséget szenvedett az első fordulóban. De nincs megállás, a kadettek legközelebb október 12-én Szekszárdon játszanak a kiemelt bajnokságban. A juniorok pedig már 8-án Miskolcra utaznak egy mérkőzésre. Híradunk végén főbb híreink röviden. Pedagógusokról emlékezett meg a város, 24-en vehették át díszdiplomájukat. Orgona és interaktivitás, Rákász Gergely Mozart világát eleveníti meg. Vereség a rajtnál, megkezdődtek a kiemelt utánpótlás bajnoki küzdelmek. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!